Na, akkor miután úgy tűnik, hogy mindenki visszaért, akkor folytatnám a mondókámat. A beállításokkal kapcsolatosan még egy-két dolgot hadd mondjak el, ami így a szünetben a beszélgetés közben mint kérdés fölmerült, és esetleg jó, ha ti is tudtok róla, mert lehet, hogy ti is majd ebbe a problémába előbb-utóbb beleütköztök. Két dolog. Az egyik az az, hogy bizonyos plusz eszközök itt fönt megjelennek. Például nekem itt van egy ilyen betű. Ez nektek nincs, ez az én gépemen van, mert engedélyeztem egy bővítményt. És hát néha az ember, amikor a gépére telepít egy ilyen plusz programot, a telepítés során néztünk ilyen telepítést, van 3-4 lépés körülbelül általában, amin eljutunk a telepítés elindításához. És az esetek jelentős részében ilyen opciógombok előre ki vannak pipálva, hogy engedélyezem a mit ilyen bővítmény telepítését a böngésző programomba, és hogyha ezt nem veszed észre, és fönt hagyod a pipát, és úgy telepíted a programot, akkor valamilyen bővítményt telepítettél a gépedre. És hát ezeket a bővítményeket jó, ha tudjuk, hogy lehet levadászni. Ezek a bővítmények sokszor azt is jelentik, hogy itt plusz eszközsorok is megjelennek. Ez az egyik, amiről beszélni kell. A másik meg az, hogy tudjuk beállítani, hogy a Google keresőt használja a keresésnél. Az egyik az, itt lehet is látni, hogy a keresés melyik keresővel történjen. Hát hogyha ide föntre a címsávba beírsz valamit, lehet, hogy észrevetted, hogyha az nem web cím, azt is keresésnek veszi, és bedobja a találati listát. De hogy melyik keresőt használja, azt itt lehet beállítani. Ez legyen a Google. Ugye használhatnád a Yahoo-t és a Bing-et. Ugye ez a három a legelterjedtebb kereső a számítógép felhasználók között, de célszerű a Google-t használni, nem véletlenül használja mindenki azt, mert az a legmegbízhatóbb, a legjobb. A legjobb találatokat azt adja, tehát azok a találatok, amiket ő bedob, az valószínűleg tényleg az, amit te keresel. Jó, tehát ezt itt lehet állítani, hogy melyik keresőt használja, amikor te fönt a címsorba is. És az nem webcím, hanem valamilyen fogalom. A másik dolog, hogy a bővítményeket hogy lehet letiltani. Tehát mondjuk például, ugye mondtam, hogy nekem itt van egy bővítmény, tudom, hogy ez mi ez a bővítmény, a booking.com webhelynek a bővítménye. Majd fogunk arról is beszélni esetleg, hogy mire lehet használni az internetet. Hát szerintem ezzel nagy újdonságot nem mondok nektek, hogy ma már az emberek döntő többsége nem úgy megy el valahova üdülni, hogy bemegy az utazási irodába és ott foglal magának szállást, meg mit tudom én, hanem fölmegy az internetre és a TripAdvisor, vagy a Booking.com, vagy a szállás.hu, vagy mit tudom miknek a segítségével talál szállást magának. Ez a Booking.com, én ezt szoktam használni, ez a világ legnagyobb online szálláshely keresője, és hát ennek van egy bővítménye, és én ezt engedélyeztem. De bármilyen más bővítményt ugyanúgy lehetne levadászni, mégpedig úgy, hogy itt bal oldalt van egy olyan, hogy bővítmények, erre kell rákattintani. Na most remélhetően nektek nincs semmilyen bővítmény. Ha lenne, és azt tiltani szeretnétek, tehát le szeretnétek törölni, akkor kuka, és akkor törli. Ha
nem akarod engedélyezni, hogy magától bármikor futhasson, csak külön megkérdezi, hogy most futhat, és ha azt mondod, hogy igen, most futhat, akkor fusson, akkor pedig ezt a pipát kell csak levenni róla. Jó, tehát magyarul, hogyha észreveszel itt fönt nálad plusz eszközsorokat, meg mindenféle hülyeségeket, akkor majd ide is el kell jönnöd ide a bővítményekbe, és ott kell levadászni ezeket a dolgokat. Oké? Illetve lehet, hogy bizonyos dolgokat, ahol megbeszéltük, hogy programot hogy lehet letörölni, ott is kell esetleg törölni. Emlékeztek, vezérlőkút, programok és szolgáltatások elemét kell választani, és akkor felsorolja, hogy milyen programok vannak telepítve, és onnit kell törölni. Na, hát ennyit ezzel a dologgal kapcsolatosan, és akkor most nézzük meg, hogy hogy tudunk valamit keresni az interneten. Illetve még egyet hadd tegyek hozzá, amikor te itt beállítod a dolgokat, nem kell menteni semmit. Tehát amit te itt átállítasz, az úgy elmentésre is kerül. Tehát nincs olyan, hogy mint a Windows beállításnál, hogy oké, vagy alkalmaz, vagy mit. Amit itt beállítasz, abban a pillanatban mentésre is került. Oké? Tehát nem kell külön menteni. Ezt be is zárhatjuk pont emiatt, ezt a fület. És akkor visszaértünk a kereső oldalunkra. A továbbiakban akkor a keresésről szeretnék egy kicsikét beszélni nektek. Tehát a keresésről. A Google keresője az tud képet keresni, szöveget keresni, videót keresni, majd választhatunk ezek közül. Alapból a szöveges, tehát tartalomkeresés van. Ide kell beírni azt, hogy mit keresek. Azt viszont már viszonylag kevesebben tudják, hogy én nem csak azt adhatom meg, hogy mit keresek, hanem azt is, hogy mit nem keresek. Hadd mondjak rá példát. Jó, tehát mondjuk például, hogyha Lukács Sándort keressük, de nem a színészt. Ugye, mert ha ide beírjuk, hogy Lukács Sándor, akkor valószínűleg bedobja a Lukács Sándor nevű 48-as győri, azt hiszem jogász volt, de hogy valami forradal már, mert hogy egy iskola is elnevezésre került róla így Győrben, és mi őt keressük, és nem a színészt, már pedig ha próbáljuk ki, tehát ha beírjuk ide azt, hogy Lukács Sándor, jó, és nyomunk egy entert, akkor hát egyrészt bedobja azt a bizony győri iskolát, a Lukács Sándor győri iskolát, másrészt Lukács Sándor színművésszel kapcsolatosan millió dolgot. Oké? Na most mi viszont a színészre és az összes hozzá kapcsolódó egyéb dolgokra marhára nem vagyunk kíváncsiak, mert minden elismerésem az úrért, és tényleg egy jó színész, meg mit tudom, de most nem rá vagyunk kíváncsiak, hanem az iskola mondjuk, hát akkor egyrészt lehet az, hogy iskola, úgy viszont csak az iskola és a jó, és akkor itt mondjuk a fényképei még itt vannak a színésznek, de a szöveges tartalmakban a színészről már nem nagyon van szó.
Oké, ez tök egyszerű, tök logikus, de ennek ellenére szerintem, hát nem tudom hányan ismertétek ezt a opciót, lehetőséget. Pedig baromi egyszerű és logikus. Sosem hallottam. Tényleg. Nem, meg úgy most gondolkodom, hogy hogy lehetne még, hogy itt tudnák egy más példát erre, de most nem jutnak eszembe semmi, hogy ezt a keresek, hogy... Hát én még példaként azt szoktam elmondani, bocs, de... hogy Nógrádi László, de a Nógrádi László név bár nem olyan nagyon gyakori, de van egy miniszter is, aki Nógrádi László, egy volt miniszter, aki Nógrádi László, azt hiszem Fideszes vagy KDNP-s volt, és azon kevés miniszterek egyike, aki lemondott. Ugye Magyarországon ilyen nem nagyon van, hogy kiderülhet bárkiről bármi, senki semmiről nem hajlandó lemondani, ugye, mert hát olyan zsetonok vannak ott, hogy még a legálisan is, hogy arról nem hajlandó lemondani senki. Más országokban esetleg egész kicsi dolgok miatt, itt egész nagy dolgok miatt sem mondanak le. És hát, hogyha oda beírnánk, hogy mínusz politikus, mínusz KDNP, mínusz Fidesz, többet is föl lehet sorolni. És akkor azok, amikben ezek a kulcsszavak előfordulnak, azok az oldalak nem jelennek meg. Jó? De mit tudom, mondjuk szálláshely, keresed a mit tudom, milyen szállodát, és az a szálloda van itt is, ott is, amott is, és akkor megadod, hogy nem ez, és akkor... És azt nem lehet megadni, hogy csak ez. Hogy? De meg lehet. Hát több kulcsszóval körbeírod, de általában olyan 3-4 kulcsszónál többet egy dologhoz nem szoktunk megadni, mert az már összezavarja. Inkább zavaró plusz találatok jelennek meg, mint hogy pontosítja a találatot. Tehát 3-4 kulcsszónál többet nem szoktunk megadni. Jó, tehát a kulcsszavas keresés témakörét beszélgetjük meg. Nem keresünk. Tehát kulcsszavas keresésnél megadható az is, hogy mit nem keresünk, vagy mínuszjel után. Laci, ismerted? Micsoda? Ezt a mínuszjeles dolgot, nem? Na, végre neked is mondtam valamit. Jó? Hát aztán még viszonylag sok minden további dolgot is meg lehetne adni ilyen kulcsszavakkal, de a többi lehetőséget viszonylag nehezebb megjegyezni. Tehát, hogy mit tudom én például erről a bizonyos Lukács Sándor forradalmáról rögtön egy PPT-t, tehát egy PowerPoint prezentációt szeretnék, mert róla kellene előadást tartani, de holnap reggel már késő van, le akarok feküdni, nem akarok este dolgozni, hétszentség, hogy valaki már csinált volna a PowerPoint prezentációt, és valószínűleg fönn is van az interneten, és azt le akarom szedni. Jó? És hát ilyen és ehhez hasonló dolgokat is meg lehet adni. Az összes további dolgot praktikusabb és célszerűbb a speciális keresés segítségével megadni. Jó, tehát sok egyéb is megadható a speciális keresés segítségével. Amit úgy tudunk elindítani, hogy legalábbis jelen felállás szerint, és akkor itt azért annyit el kell mondani, hogy amit most én mondok, ez most igaz. Lehet, hogy hónap után már nem. Ugye, mert itt az interneten valamit megváltoztatni, az nagyon egyszerű. Egy-két átállítást csinálnak a szolgáltatónál, már hogy a Google-nél, aztán onnét ez máshogy működik. A speciális keresést úgy tudod te elindítani, hogy ha megnézed
itt van egy ilyen fogaskerékszerűség. De ez csak akkor van, miután egyszer egy keresést már elindítottál. Alapból speciális kereséshez nem férsz hozzá. Régebben hozzáfértél, most nem. Tehát egyszer kell simán keresni, és csak utána tudod elindítani a speciális keresést, mégpedig úgy, hogy erre rákattintasz, és hát innét kezdve világos, hogy azt választjuk, hogy speciális keresés. Használta valaha valaki ezt az életben? Nem. Pedig, ha ezt itt végignézitek, hogy miket lehet még megadni, akkor ez azért eléggé sok lehetőség, és tényleg nagyon pontosítani lehet a dolgokat. Ugye az, hogy ne tartalmaz ezen szavak egyikét se, az, amit mínuszjellel írtunk, az ide került. Számokat is tudunk keresni értékhatárokon belül, mondjuk úgy más módszerrel számot te nem nagyon tudsz keresni. Illetve fontosabb talán az a két dolog, amit itt mutatni szeretnék. Itt van az a fájtípus opció, amiről beszéltem, hogy egy PowerPoint prezentációt szeretnék keresni erről a forradalmáról, hogy aztán van-e vagy nem, azt nem tudom. Lenyitjuk, és akkor kiválasztom, hogy hát most mit keresek, ugye egy Microsoft PowerPointot, ugye? Tehát itt van. Kiválasztom, elküldöm, hát van róla. Mondjuk ez, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez mindegyik arról a emberről szól, mint akiről én beszélek, de hogy PPT, az biztos. Jó? Aztán még egy fontos lehetőségre hadd hívjam fel a figyelmeteket. Nem tudom, hogy volt-e már olyan a praxisotokban, hogy azt mondták, hogy ezt és ezt nézd meg tehát kértél valakitől valamilyen információt, fölhívta a telefonon, és azt mondta, hogy nézze meg a honlapunkon, a www.valami. És megnézted a honlapot, és kerested, és az Istennek nem találtad. Mint a mérgezett egér rohangáltál oda-vissza, ilyen menü, olyan menü, és másfél óra keresés utána a legszívesebb a kisbaltát vágnád bele a számítógépbe, de nem találtad meg azt, amit kerestél volna. Biztos járt már így azért néhány ember a jelenlévő körében. És ilyenkor nagy segítség az, hogy meg lehet azt is csinálni, hogy ide, ebbe a rubrikába be lehet írni annak a webhelynek a címét, amit mondott neked telefonon, hogy ott van a weboldalunkon, a www.itt és itt. És akkor nem az egész interneten keresi azt, amit te megadsz, hanem az ő weboldalukon, illetve hogy itt a terminológiával van egy kis probléma. Web oldalról beszélnek, de az nem weboldal, hanem webhely, ami egy csomó oldalból áll. Oké? Tehát az ő webhelyükön belül fog majd keresni. Na, akkor pár gondolat. Sok egyébként megadható speciális keresés segítségével, amit ugye az első keresés után a jobb oldalon fent megjelenő kis fogaskerékre kattintva lehet elindítani. Oké? Ha viszont a speciális keresés ablakában beállítottál dolgokat, elküldöd a speciális keresést, újra a speciális keresést már nem tudod előhozni. Szerintem ez hülyeség, de így működik. Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy speciális keresés, akkor itt a tátilista, de a fogaskerék már nincs itt. Az mindig csak a második
tehát egy sima keresés után előhozható, hogyha még valamit állítasz rajta, többet nem, akkor vissza kell menni. Tehát tudjuk, hogy lehet visszamenni ugye így. És akkor még hozzá tudsz rakni dolgokat, és tudod pontosítani a speciális keresést. Jó? Tehát mit lehet itt megadni? Melyik webhelyen belül keresünk? Tehát mondjuk ilyen szokott például tipikusan lenni az, hogy milyen telefonszámon lehet őket fölhívni, ugye, hogyha valami probléma van. Hát sokszor, mint a mérgezett egér rohangál az ember össze-vissza, mire megtalálja az oldalon. Belül egyébként ez a telefonszám alul az impresszumnál szokott lenni nagyon sokszor, ha máshol nem találod. Aztán milyen fájlt keresünk? További lehetőségek közül sok mindent úgy is meg tudunk adni, hogyha nem megyünk be ide a speciális keresésekhez. Tudnék, van itt egy olyan nyomógomb, itt, hogy keresőeszközök. Ez viszont ott van a harmadik, negyedik, ötödik találat listánál is. Hogyha ezt megnyomod, akkor itt előjön néhány további beállítás, hogy te mit keresel. Ugye bármikor ezt lenyitod, akkor itt van az, hogy az elmúlt órában, az elmúlt 24 órában, az elmúlt héten, az elmúlt hónapban, illetve megadhatsz te egy tartománytól ig dátummal, hogy azon időintervallumon belül ebben a témában milyen weboldalt raktak fel. A nyelv. Hogy milyen nyelven keresel. Mondjuk itt a bármilyen nyelv meg a magyar nyelv van, de hogyha oda visszamegyünk a speciális kereséshez, itt a nyelv az azért egyéb is lehet. Tehát itt te kiválaszthatsz bármilyen nyelvet. Hát azért nem teljesen bármilyen, de nagyon sokféle nyelvet kiválaszthatsz, és akkor ezek közül, a nyelvek közül valamelyiken lesz találat. Jó, tehát ezt a keresőeszközöket, ezt bizonyos esetekben érdemes használni. Ezt főleg akkor fogjuk majd használni, ha képeket keresünk, mert a képekkel kapcsolatban néha szigorú belülírásaink vannak, hogy milyen képet keresünk a szemléltetéshez. Jó? Tehát ide azt írom, hogy STB. Ezek közül sok lehetőség úgy is megadható, hogy a találati lista tetején rákattintunk a keresőeszközök gombra. Oké? Na most aztán, hogy én mit keresek, tehát hogy szöveges tartalmat, videót vagy képet, azt
úgy tudom eldönteni, hogy mikor bejött a találat, akkor itt választhatok képet, videót, sok minden más egyebet is. A képekről kellene még külön egy kicsikét beszélgetni, csak hadd gondoljam át, hogy itt a... Igen, a kereséssel kapcsolatban mit kellene még elmondani? A következőt. A legtöbben úgy szokták ezt használni, ezt a találati listát, hogy valamelyikre kezdjünk egy új keresést, jó? Tehát kattintsunk ide. Kattintsunk ide, ugye akkor visszamegy a kereső oldalra, mert az a beállított nyitó oldal, és valamit keressünk. Audi, jó? Eto. Enter. Jó, és ha valamire rákattintunk, akkor mi fog történni? A találati lista eltűnik, és azt fogom látni csak, amelyikre ez a link mutat. Csak hogy rájövök, hogy nem biztos, hogy ez az az oldal, amit én keresek, és akkor vissza kell mennem a balra nyíllal, megnyitok egyik találatot. Amelyik linket én már nyitottam, amelyik linket már megnyitottam, annak egy kicsikét más a színe. Eléggé hülyén van ez most beállítva, mert az egyik egy kék, a másik meg egy majdnem olyan színű lila, de hogyha figyelmesen megnézzük, akkor ez lila, ez meg kék. Tehát amit már fölkerestem, annak egy kicsit más a színe. És akkor megnyitom a másikat, aztán rájövök, hogy az se az, egy harmadik, az se többi. Na most nem így célszerű a találati listát használni, hanem úgy, hogy a görgővel kattintasz. Tehát rákattintasz erre a görgővel, mi fog történni? Találati lista megmarad, és egy másik fülön megnyitotta ezt. Oké? Okay. És megnyithatsz egy másikat is, annélkül, hogy vissza kellett volna jutni, meg egy harmadikat is, meg egy negyediket is. Rögtön látod, hogy melyek azok, amelyiket már látod, ugye, mert más a színe. Átmész a fület, és amelyik jó, azt meghagyod, amelyik meg rossz, azt a fület. Akkor így megmarad az a néhány találat, ami tök jó, és egyszerre megmarad mindegyik. Nem tudom, hogy érezzük-e a nagyszerűségét ennek a dolognak. Ugye, mert különben csak vagy ez van, vagy az van. Így megvan mindegyik. Oké? Okay? És sokkal-sokkal előbb meg fogod találni azt, amit te keresel, mint hogyha megnyitod, visszamész, mert akkor ez nem jó. Volt egy előbb korábban, csak már nem tudom melyik. Biztos jártál már így. Így majd nem fogsz így járni. Oké? Okay? Tehát a találati lista praktikus használata a témák. Ne a bal gombbal kattintsunk. Hanem a görgővel.
Tehát az egér görgőivel kattintasz, megjegyzem, lehetne azt is, hogy jobb gombbal kattintasz, és ott a opciók között van olyan, hogy megnyitás új ablakban, megnyitás másik fülön, megnyitás ebben az ablakban, vagy ezen a fülön, vagy mit tudom én. De ez így bonyolultabb, a görgővel kattintva kész, új lap, kész. És akkor megoldottad a feladatot a legpraktikusabb módszerrel. Tök egyszerű a dolog, ehhez képest elég kevesen használják ezt a görgős kattintást, jobb gombbal és másik fülön azt még esetleg, de ezt a görgős dolgot nem nagyon. Kattintott már valaha valaki, Laci te biztos, de a többség nem, ugye? Tehát görgővel nem. Nem jellemző. Pedig egy nagyon praktikus és egyszerű módszer. Jó? Tehát így fogunk majd új fülön nyílik meg. Ami nem jó, az zárjuk be. Hát ami nem jó, azt a fület zárjuk be. Végén ott marad az a 3-4-5 fül, ami tényleg olyan találat van, ami számunkra hasznos. Na? Néha még így is azért gondban leszünk, mert mit tenni, este van már, vagy munkahelyeden csináltad, akkor le kell kapcsolni a gépet, másnap bemész, és nem fogod megtalálni azt, amit a tegnap találtál, keresgeted és az Istennek nem találod. Jó, ha tudod, hogy a gépben letárolásra kerül az, hogy te hol voltál. És ezt a történetet, ezt a historyt, ezt elő lehet szedni Ctrl-H billentyű kombinációval. Azért mondtam, hogy history, hogy meg tud jegyezni, hogy mitől Ctrl-H. Jó? Látogatott oldalak. Listája. Nyomsz egy Ctrl plusz H billentyű kombinációt, ez mondjuk a Google Chrome-ba igaz. Aztán, hogy a Firefox-ban, illetve az Internet Explorer-ben milyen billentyű kombinációval, vagy hogy szeded elő, azt nem tudom, de ebben a Ctrl H-val, hát ha én nyomok most egy Ctrl H billentyű kombinációt, akkor elő fogja szedni azt, hogy miket nézegettünk. De így egy héttel ezelőttre is vissza lehet menni. Tehát mész lefelé, és akkor... De ezt ott fönn is elő lehet szedni. Ugye? Lehet, hogy valahol úgy egyébként hát is elő lehet. Az előzményekben. Ja, ott igen. Itt van egy ilyen, hogy előzmények, ahol itt van. Igen. Ez ugyanaz. Akkor, ez ugyanaz. Igen. Hogy mikor, melyik nap, de itt így mehetsz, aztán itt lesz olyan, hogy régebbi, ez már december 8, tehát ez egy héttel ezelőtti, oké? Okay? Tehát jócskán vissza lehet menni. Mert majd lesz olyan, hogy tegnap ott voltam, ma meg nem találom az Istennek se. És akkor itt majd meg fogod tudni keresni, hogy mi az. No? És az hogy van, hogy Igen.
kattintok, és nem fölkonálja, hogy létezik ez a nép, tehát ő egy, mondom, egy ismert ember, de nem találok volna semmit, mint a szemlőt jelvetett hozzá. Tehát egy másik, nem van a két név a szemlőti nevében is, de őt nem hozza be, de amikor elkezdtem gépelni, fölkonálta, hogy létezik. Tehát tudom, hogy Svájcban ilyen készítettek volna, tehát pillanat is. Ugye, ki lehetne zárni a Szent Györgyi Albertet a tálalatokból, tehát hogy mondhatnád, hogy, hogy mínusz C-vitamin, mínusz orvos, mit tudom, micsoda, és akkor azok kimaradnának. De elsőre hozza fel azt, amit keresel. Nem feltétlenül. Most eszembe egy tórán, hogy őt keressem, de nem semmi. Tehát ő... Tehát a Google keresője az azért futott be egy hatalmas karriert, mert nem úgy működik, mint a korábbi keresők. Tudni, korábban a keresők csak a szöveget nézték, amit mi kulcsszóként begépelünk, hogy előfordul-e a weboldalon. És ha előfordult, akkor azt a találati listába bedugták. Csak hogy a weboldalak írói erről tudtak, és ezért ők olyan trükköket alkalmaztak, hogy a gyakran keresett kulcsszavakat az oldal háttér színével megegyező színnel ráírták az oldalra, amiből nem látszott semmi, mert a háttér meg a szövegszíne ugyanaz volt. A legtöbbet keresett tartalmak, egyébként kulcsszavak, egyébként a szexualitással kapcsolatos kulcsszavak, ugye mert a férfiak régebben pláne így volt, ültek ott nagyrészt a számítógép előtt, és egy normálisan működő férfinek úgy minden második gondolata a témával kapcsolatos, és hát emiatt aztán a találati listában egy csomó olyan is volt, aminek aztán megnézték, és semmi nem is volt, de más vonatkozásban is ilyen fals találatok szerepeltek. És hát emiatt találtak ki egy másik módszert, vagy hát emiatt is találtak ki egy másik módszert, a Google-nak ez volt a zseniális újítása, mégpedig azt, hogy nem csak az oldal tartalmát nézte, hanem azt is, hogy egy oldalra más oldalakról hány link mutat adott tartalma kapcsán, mert az, ezek a kereszthivatkozások, ezek viszont már tuti, hogy élő találatot jelentenek. És mivel azt a szobrász művésznőre kevesebb mutat, mint a Szent Györgyi Albertre, ezért a talált listába elől a Szent Györgyi Albert van. Azért van az elején. Oké, tehát megtalálható valószínűleg, csak ez a magyarázat arra, hogy miért ő van az elején. Oké? Okay? Na most, oké, okay. Nyoma van annak, hogy keresünk, de néha szeretnénk úgy is keresni, hogy ne legyen nyoma. Tehát az ellenkezője is, ugye? Tehát titokban szeretnénk valamit csinálni. Keresés inkognitóban, illetve hát böngészés, mert csak, nem csak keresni lehet, böngészni is lehet, tehát böngészés inkognitóban. Ugye mit tudja, az ember a munkahelyen valami nem a munkahelyhez kapcsolódó dolgot csinál, és akkor pláne közösen használjuk a gépet többet magunkat, nem biztos, hogy szeretném én azt látni, hogy a job, vagy a professional.hu oldal, hogy a munkahelyet keresek a munkahelyemen. Hát azt nem biztos, hogy örömmel nyugtázzák, hogy na ez el akar menni, ugye? Akkor rögtön kimaradok a fizetésemelésből, a szar munkát én kapom, stb. Valószínűleg azért keresem, mert eddig is, de ezek után még inkább kitolnak vele. Értjük, ugye, hogy miről van szó? Úgy tudunk majd inkognitóban keresni, hogy nyomunk egy Ctrl-Shift
N billentyű kombinációt, ezzel kaptam egy új böngésző ablakot, ez egy másik ablak, itt van a régi, és itt van az új. Tehát Ctrl-Shift-N, oda is van írva, hogy ön inkognitó módra váltott, nem lesz majd ott az előzmények között, meg mit tenni. Hozzáteszem, hogy azért munkahelyen a rendszergazda ezt látja. Tehát a rendszergazda mindent lát. De a kollega nem tudja azt megcsinálni, hogy leül és nyom egy Ctrl-H-t, hogy elment, most mit nézett előttem. Érted? Mert te most már meg tudod azt csinálni, hogy feláll a kollégát, és nyomsz egy Ctrl-H-t, és megnézed, hogy ő mit nézett, mert most tanultad meg éppen, de, hogy velünk ezt ne játsszák el, így fogjuk tudni kijátszani, oké? Tehát Ctrl-Shift-N. Természetesen ezeket ott megtaláljuk a... Az első kettőt együtt nyomjuk meg. Igen, persze. A billentyű kombinációk mindig olyanok, hogy a módosító gombot folyamatosan nyomod, és amit, ami úgy magába is érne valamit, azt hozzányomod. Oké? Okay? Bejött? Be, ugye? És akkor... Ctrl-Shift-N. Azt úgy együtt. Bocs, Ctrl-Shift, és N. És akkor bejött. Azért figyelmeztet, hogy a főnök látja. Hogy? Kiírja, hogy a főnök azért láthat. Persze, a főnök azért láthat, de a kollega, aki oda leül, az nem. Ugye, mert hát azért tudnom kell, hogy a cégnél az egész úgy működik, hogy a szerveren keresztül jön be, és hát a rendszer gazda a szerver adatforgalmát monitorozza, és hát esetleg látja folyamatosan, hogy most ezen a gépen éppen ezt nézik, azon a gépen azt nézik, stb. Tehát a rendszer gazda az mindent lát, ő az Atya Úristen, tehát ő tényleg mindent nyomon tud követni, és mindent lát. Jó? Itt is van, ugye? Tehát erről beszéltünk. Jó, akkor ennyit ezzel kapcsolatban. És a következő dolog, amiről jól tudunk, a könyvjelzők. Tehát, hogyha van néhány olyan weboldal, amit te rendszeresen felkeresel, akkor hogy ne kelljen azt mindig begépelned oda föntről, hogy www.ez meg az meg amaz, oda rakhatsz az adott oldalhoz egy könyvjelzőt. Ezt úgy tudod megtenni, hogy mikor ott vagy annál az oldalnál, tehát példát, ugye? Tehát mondjuk én a Radnóti iskolában dolgozgatok, és hát azt a kitüntető címet sikerült megnyernem, hogy a iskola weboldalát is én építgethetem, és emiatt ugye oda elég sűrűn el kell plattyognom, tehát az, hogy oda elmenjek, az így egy kattintás, és akkor már is ott vagyok azon a weboldalon, ahol felhasználónév, jelszó, párossal, kapásból be tudok lépni oda, ahol a weboldalt tudom szerkeszteni. És én itt most nem az iskola weboldalát látom, hanem annak a keretrendszernek a oldalát, amint ezt a weboldalt lehet szerkeszteni. Ez egy Joomla nevű keretrendszerrel íródó weboldal. Maga a weboldal egyébként ugye, így néz ki, és hát itt millió dolog van, amik itt fönt vannak, azokat
mondhatom, hogy ezeket mind én raktam ki, de aztán, hogy itt mit te, ilyen menürendszerek jönnek elő, meg hogy itt mi jön el, ez már mind én. Hát nem mind, de jó pár dolgot én csináltam. De ugye, mivel sokszor kell ide elmennem, ezért ide raktam egy könyvjelzőt. Vagy mondjuk, ugye, a levelezésemet is sokszor szoktam megnézni, ezen a gépen is, és hát én itt erre a gépre nem állítottam be az Outlookot. Ugye beszéltem nektek az Outlookról. Illetve hát említettem nektek az Outlookot, hogy az Office-ban benne van a Word, az Excel, a PowerPoint, meg az Outlook, ami egy levelező kliens program, azt beállítod, elindítod, és akkor felhasználónév jelsz, minden megadás nélkül rögtön ott vagy a leveleid között, stb. De erre a gépre én ezt nem állítottam be, mégis szoktam használni a levelezőmet, és akkor van egy könyvjelző, ami az én levelezésemhez odavisz. Tehát ez neked valószínűleg a Gmail, nekem egy másik levelező is be van állítva, mert hát erről majd fogunk beszélni, a legtöbb embernek illik, hogy ne csak egy mail címe legyen, hanem több is, mert egyet használ a levelezésre, és egy másikat mondjuk az ilyen-olyan regisztrációkra. Miért? Azért, mert amit a ilyen-olyan regisztrációra használ, arra előbb-utóbb annyi spamet fog kapni, hogy naponta 30 levél olvasatlanul megy a szemétbe, mert tele van hülyeségekkel. Ha hölgy, akkor is kapja a viagrás reklámokat, meg a mit tudom miket, mert ilyen agyament baromságok jönnek orba szájba. Na most, hogy tudok beállítani egy ilyen könyvjelzőt? Hát marha egyszerű a dolog. Egyszerűen csak rá kell kattintani erre a csillagra, és akkor innét kezdve kész a dolog. Amit éppen nézel, azt hozzá tudod rakni, megadhatsz egy nevet, hogy mi legyen ide írva mellé, megadhatod a helyét, hogy hova kerüljön. Illetve szerkesztheted még, hogy tudnék a könyvjelzőket egy ilyen faszerkezet is be lehet rakni. Tehát mondjuk lehet olyan, hogy utazás, gasztronómia, újságok, stb. És akkor attól függően, hogy éppen kíváncsi, fogod választani ezt, azt a mappát, és kész. Oké? Okay? Ez az se praktikus, hogyha mit én, 300 darab könyvjel van, mert ugye a másik oldala a dolognak, akkor a sok könyvjelző miatt nem fogsz majd megtalálni semmit, de mit tudom, egy olyan 10-15 könyvjelző az még hasznos lehet és meggyorsítja a munkádat. Jó, tehát hogy könyvjelző? Ott kell lenni. Utána a többit nem írom le, mert az világos már. Aztán olyan is szokott lenni, hogy egy oldalon belül keresünk valamilyen szöveget, ezt megjegyzem, tudjuk. Ugye van egy olyan billentyű kombináció, amit már leírtunk oda hátra a billentyű kombináció gyűjteménybe, hogy azt mondtam, hogy összes programjában ugyanazzal a billentyű kombinációval tudunk keresni, ez a Ctrl F, ugye? Tehát keresés oldalon belül. Ez majd leginkább akkor lesz hasznos, hogyha valamilyen jogszabályt
keresel az interneten, meg is fogod találni a jogszabályt, de azon a jogszabályon belül, ami lehet, hogy mit tudom, 100 oldal, azon belül meg kell találnod valamit. És hát akkor ezt hogy tudod megtenni? Úgy, hogy megnyomod a Ctrl plusz F billentyű kombinációt, és az lesz a változás, hogyha megnyomod a Ctrl plusz F billentyű kombinációt, hogy megnyílik itt egy kis ablakocska, vagy rubrika, és oda be kell írnod, hogy mit keresel. Mit nem mondok, Radnótit. Ugye hát attól függ, hogy melyik oldalon vagyunk. Ugye a Radnóti iskola oldalán nyilván a Radnóti azért elő fog fordulni. Itt van a egyik Radnóti. Összesen 31 darab találat van ezen az oldalon. Most az első nálok, erre kattintva ráugranék a következőre. Itt is egy Radnóti, ott is egy Radnóti. Lehet látni, hogy az összeset kijelöli, és amelyiken éppen állok, annak más a színe. És szépen végig lépegethetem. Oké? Okay. Ha nem kell, a továbbiakban ezzel a gombbal be tudom zárni. Jó. Azt tanultuk annak idején a Word szöveg szerkesztőnél, hogy a levél leges legelejére milyen billentyű kombinációval ugrok, Ctrl, Home-mal. Itt most én elmentem a francba lefelé. Ha nyomok egy Ctrl Home-ot, vajon mi történik? Itt is visszamentem a tetejére. Oké? Okay. Tehát nem kell a görgővel fél órát föl tekergetni, Ctrl Home a legeleje, Ctrl End a legvége. Oké? Okay. Működik, ugye? Tehát a navigálás. Ctrl plusz 100, meg ugye a vége. Aztán, ha valamit majd ki akarok jelölni, valamilyen szöveget, akkor ugye a szokásos megoldás az működik, hogy én itt végighúzom az egeret, de általában az is működik, hogy valahova oda kattintok, és utána a Shift billentyű nyomása közben a másik végére, és akkor kijelöltem azt. Tehát Cut, Shift Cut, ezt is tanultuk a Word-nél, emlékeztek. Ugye ez volt a tollig kijelölés. Visszalapoznánk a füzetünkbe, akkor valószínűleg lenne olyan, hogy egy mondat kontrolljátok a mondatba, egy sor mondat előtt Cut, bekezdés dupla Cut, tollig, cut, shift, cut. Ugye ezeket tanultuk, és hát egy csomó dolog működik egy másik programban is, mégpedig ugyanúgy. Természetesen vágólapra ezt ki lehetne másolni, hogyan? Ctrl C-vel, és hogyha elmennék valahova, és azt, amit itt kimásoltam, beszeretném, azt mit kéne nyomni, Ctrl V-t. Ugye? Tehát magyarul internetről azt lopok le, amit akarok. Az esetek döntő többségében. Tehát, hogyha valakinek olyan harci feladata van, hogy össze kell szedni valamihez egy anyagot, akkor
a szokásos megoldás az az, hogy a Google keresőbe megkeressük, kijelöljük, Ctrl-C, oda megyek, amit én írok, Word-be, mit tenjük be, Ctrl-V, és már be is illesztettem. Tehát, hogyha ezt most itt kijelöltem, nyomok egy Ctrl-C-t, és elindítom a Word szövegszerkesztőt, és ott meg nyomok egy Ctrl-V billentyű kombinációt, akkor szépen berakta. Az más kérdés, hogy lehet, hogy úgy rakta be, hogy azzal a betűtípussal, azzal a betűszínnel, azzal a háttérrel, és ez nekem nem jó. Ilyenkor majd azt fogod csinálni, ha Word-be illesztetted be, hogy megjelent ott mellett egy úgynevezett intelligens címke, erre rákattintasz, és utána erre az A betűre kattintva sima szövegként jön be. Legfeljebb a fölösleges enterek lesznek benne. Ugye? Tehát itt van egy fölösleges enter, esetleg azt ki lehet vadászni, de nem olyan színű, meg olyan hátterű lesz, stb. Jó? Tehát... szöveg lelopása. Na most ez azért idézőjelben, mert ez korán is biztos, hogy lopás. De ha véletlenül az ember szakdolgozatát írja, akkor nehogy úgy járjon, mint a Pali bácsi. Tehát a felhasznált forrásokat ugye föl kellene tüntetni. És forrásként majd mit fogsz megadni? Ezt, a webcímet ott fönt, ahonnét vetted. Oké? Tehát hogy tudjuk lelopni? Kijelölés. Húzás. Vagy cut, majd shift plusz cut. Aztán Ctrl-C. Word-ben meg Ctrl plusz V. Persze, ha nem a Word-be dolgozol, hanem mondjuk a PowerPoint prezentációban lopod össze az anyagot, mert akkor lehet... Akkor megnyitom a Word-öt, és utána megnyom a Ctrl V-t, és akkor oda beilleszti? Persze. Te kedvedért mondok sok mindent, mert neked ezeket nap mint nap... Hát nem mondom, hogy nap mint nap, de sokszor kellene használni. De a helyi menüvel is lehet ugyanis. De helyi menüvel is lehet, természetesen jobb klik, beilleszt, meg tehát sok egyéb lehetőség van. Az az igazság, hogy én, nekem ezek a billentyű kombinációk a mániái, mert tényleg ezzel tudsz a leggyorsabban dolgozni. Mert egyik kezeddel egerésszel, másikkal megnyomod közben már a billentyű kombinációkat, tehát így párhuzamosan egyszerre dolgozol a két kézzel. És hogy lehet a forrás megjelölni, ha mondjuk meg kell jelölnöm, mert valakitől leveszem is? Mindjárt. Jó, na most itt viszont ugye, ha nem az eredeti forma kellene, akkor mit kell csinálni? Ugye ez az, amit itt az előbb mutattam. Visszavonom. Tehát még egyszer megnyomom a Ctrl-V-t, ugye akkor eredeti formátumban fogja berakni, de ez nekem így nem jó. Tehát sokszor nekem csak maga a szöveg kell. És azt kell ilyenkor csinálni, hogy a beillesztés után rögtön itt megjelenik a jobb alsó sarokba, de ha a PowerPoint-ba illesztem be, szerintem abban is, de mindjárt kiderül, de szerintem abban is. Nem ezt akartam, Ctrl-M-et akartam. Jó, tehát ide kattintok, és itt nyomok egy Ctrl-V-t. Hát nem nyert, viszont itt a probléma nem áll fönt, mert ide simán szövegként rakta be, úgyhogy itt most ennek nincs jelentősége. De majd lesz olyan, itt is megjelenik néha ez az intelligens címke. Tehát ezt intelligens címkének hívják. Ezt lenyitod, és ez a
A betű. Ez az, hogy csak szöveget illesz be formátum nélkül. És akkor eltűnt a formátum. Tehát az a betűtípus, ami alapból a Word-be van, kalibri. Az a betűméret, ami alapból a Word-be van, 11 pont. Az a igazítás, ami alapból van, balra zárt. Az a sorköz, amiből alapból van, 1,15-ös. Hol vagy itt? 1,15-ös. Az a térköz, ami alapból van, a bekezdés után 10 pont, azt hiszem. Ugye, tehát az van beállítva. Bekezdés után 10 pont, stb. Tehát ami alapból van, és nem az, ami ott a weboldalon beállításra kerül. Jó, tehát ha nem az eredeti forma kell, az intelligens címkét nyissuk le, ez ott van a jobb alsó sarokban. És válasszuk. Az A betűt. Ez az A betű, ez az, hogy csak szöveg. Tehát csak a szöveg jöjjön át, forma nem. Interneten szöveges tartalmat már bármit megtalálunk, le tudjuk lopni, az oldalon belül tudunk navigálni, meg tudjuk az oldalon belül keresni azt, ami biztos, hogy ott van az oldalon, csak éppen nem látom. De néha arra is lesz szükségünk, hogy képeket szedjünk le az internetről. És ezt hogy tudjuk? Kérdésem az, hogy így a szöveges kereséssel kapcsolatosan van esetleg kérdés? Merült-e fel valami? Jó, akkor a képekről fogunk egy kicsikét még beszélni. És hol lehet letölteni webhelyeket, mondjuk, hogy a gyerek ne tudja rákeresni? Azt a felügyeleti eszközökben lehet. Megmondom őszintén, erre kapásból csak úgy nagyjából sejtve a választ tudok válaszolni, de ugye mert sajnos, hál' Istennek nem vagyok érintett a dologba. Tehát, hiába vagyunk 30 éve házasok, a feleségem, a gyermek nem lehet, mert már valószínűleg nem is lesz. Hát mostanában már nem szokták mondani, de még egy 5 évvel ezelőtt mondták, hogy na, majd biztos lesz, hát már akkor is 25 év lesz. Most már 5 éve úgy látszik, a ráncok megsokáztak, és már nem mondják, de egy 5 éve még vigasztaltak, hogy majd lesz majd. De szerintem a vezérlőpultban biztos, hogy van ilyen szülői felület itt van. Ezt javaslom megkukkolni, hogy. És ez mindenkinek ott kell, hogy legyen? Nem tudom, nem nézegettem. Ez a saját fiókom ugye arra nem használtam, viszont itt van egy griff nevű. Nem adok meg jelszót. Ő meg rendszergazda, jó. Ez mind rendszergazda, de ez általános felhasználó. Nem most fog bejönni. Nem tudom, életemben nem voltam itt, de majdnem biztos vagyok benne, hogy
szerintem ez legalább olyan fontos, mert itt körbenézek, sok olyan körű hölgy van a lévők között, akinek olyan korú csemetéje van, aki valószínűleg azt mondja, itt játékokat, időkorlátot állíthatok be, weboldalt nem látok. Itt a programok vannak. A routeren biztos be lehet, tehát a routeredben biztos be lehet állítani, de majd utána nézek, hogy lehet a Windows-on letiltani weboldalakat. Tehát csak az a baj, hogy szinte, ha webcímmel tiltasz le, tök mindegy, mit tiltasz le, másik 15 van, amit még tud helyette használni, de mondjuk mint a Facebookra gondolsz, vagy ilyesmi? Nem, pont a Facebook, mert az nem lehet. Azt is kijátszák, tehát ilyen más oldalakon keresztül is oda lehet jutni. Jó, utána nézek a témának, és mondjuk ez lehet egy, tudod mi, egy cikk. Akkor a képeket ma már nem fogjuk megbeszélni. Jó? Mert semmi baj. Boldog új évet mindenkinek. Neked is. Boldog karácsony. Jövőre. Akkor a ötödikén. És háromnál több süszik, ne süssél. Jó, azért jó. Jó. Boldog karácsony. Sziasztok. Sziasztok. A szünetben arról beszélgettünk itt a keresztnevet. Kérdezem. Szilvivel. Hogyha fölmerülnek így kérdések nektek, mint amit most Szilvi bedobott, hogy akkor hogy tudok oldalakat letiltani, stb. Majdnem biztos, hogy ezen kérdések jelentős része közérdekű, mert nem csak neked. Igen.